Stumpf-bíró Balázs szeretném bemutatni, kolosszológus szakember, és hogy nincsenek véletlenek, van a 30-as iskolán később állítottál, jött az ötlet, nekem már nagy álmom, hogy hasonló témában hallgathassunk egy főelőadást, egy kompetens szakembertől, magán 30-a lelkészünk adta el az ihletet, hiszen Stumpf-bíró Balázs idézte az egyik reggeli állítatunkon, ő volt a kezdő gondolat, és akkor Harkitát kérdeztem, hogy hogy is hívják, ki kicsoda, hogy elérhetőség, és akkor sikerült Balázst elérni, és hogy még egy nem véletlen, kiderült, hogy Balázs eredetileg evangélikus, sőt egyik felmenője, talán evangélikus püspök is volt. Úgyhogy nem akármilyen véletlen és sorozata az, hogy most itt ülhetünk. Hát hallgassátok főállókat nagyon sok szeretettel, akik ezúttal is sok szeretettel köszöntök, és megtiszteltet, és hogy eljött hozzánk. Nagyon szépen köszönöm a kedves szavakat és a lehetőségeit elsősorban. Bízom benne, de inkább ellenőrzöm, hogy mindenki hall-e rendesen. Valaki nem hall rendesen, mégis csak Magyarországon vagyunk, ilyen az aktivitás, az interaktivitás. No, hát azt nem tudom, hogy innen élve hazaérek-e, bár ez valószínűleg, hogy eddig élek, bár ebben nem gondolom, nagyon különleges volnék, de ezért inkább úgy fogalmazom meg, hogy az eddigi életemben ez bizonyos fajta csúcs volt. Nem beszéltem még ennyi ember előtt, ez egy fantasztikus érzés, és egyben egy elég komoly felelősség is. Éppen ezért, amit mondok, azt nem olyan szél volt eszem, ahogy itt a földszintes teremben végül kiugráljátok, hogy ahogy is mondtam el, a mindenkalunk előadását nem ez a célom. Bár én is valók, hogy igaz, mert mindenkalunk, de ahogy az előbb mondtam, nem tudjuk mikor és hogyan is jól is van ez így. Alapvetően az előadás célja sokkal inkább az, hogy egy picit elgondolkodjatok, vagy nem is olyan picit. Nem kell sem szó szerint, sem komolyan, sem jóslásnak meg pláne venni, amit majd elmondok. Itt az a lényeg, hogy az életeteket egy picit kívülről lássátok, és kapjatok valami jó esetben motivációt arra, hogy érdeklődéssel forduljatok az iránt, a dolgok iránt, amik körbevesznek bennünket, mindannyiunkat. Azok iránt a dolgok iránt, amikre részben nincs, vagy nagyon kevés hatásunk van. Volt is, vagy már van is, és már lesz is. Ugyanakkor ezeknek a dolgoknak a hatása a mi életünkre az rendkívül jelentős, és a jövőben még inkább az lesz. Egy olyan térségben vagyok, ahol a német jelentős, ezért gondolkul elsőhetem ugye azt, hogy minden előadásnál én elszoktam. Lézenzidi Pakunzvájlága, hát az előadásnál léghatásai, ez nem egy vidám téma, nem is próbálom úgy előadni, mégis úgy érzem, hogy fontos, hogy meglegyen bennünk az a képesség, hogy tudjunk saját magunkon, hát a saját magunkon nevetni és kacagni, és kívülről látni a dolgokat egy picit. Az előadás elején pont erre igyekszem felhívni a figyelmet. Az pedig nem az ember, hanem az emberiség is egy rendkívül jelentéktelen dolog, mind térben, mind időben. És amikor bántiteket valami, hogy ó, mekkora probléma ez, akkor érdemes egy kicsit ilyen perspektívából vizsgálni és talán mindent. Még eljóvással tölti az embert. Ez egy számomra nagyon kedves indítótában egy idézet. Tulajdonképpen le is tudtam az elején az, amit elmondtam, mert hát mindenünkre igaz, hogy véges időt töltünk ki, de aztán mindegy, hogy hogyan. Ez egy nagy kérdés, mert azt kellene eldöntenünk, hogy milyen szemszögből is érjük a dolgokat. És hát nem hibáztathatok, és nem hibáztathatunk senkit, hogyha ezt emberi szemszögből tesszük meg.
mi más polgárjára. De azért a világ ennél jóval van megszebb. És gyanítom, hogy az életedre inkább azt bizonyítja, hogy a mondat második fele helytálló. Utaltam arra, hogy mind érben, mind időben milyen jelentéktelnek vagyunk. Ezt egy pici példával, hogy szemek aztán, hát ha úgy követhető lesz. Ha a Föld közel 4,5 milliárd éves történetét egyetlen kalendárium évnek, tehát 365 napnak feleltetünk meg, akkor egy ember átlag életkora mindössze fél másodperc. De akkor nézzük meg most hamarjában, hogy hogy is nézett ki ez az elmúlt 4,5 milliárd év egy évbe sűrítve. Januárban kialakult a bolygó, és létrejött a szilárd kéreg, vagyis innentől kezdve hívhatjuk ezt már egy olyan bolygónak, ami majd amikor az otthonunk lesz a Föld. Februárban kialakul a víz, és az első olyan nagyon alapvető, hát életszerű egységek, bakteriális képződmények, amelyek aztán megkezdik a bolygó kék bolygóvá alakítását, vagyis az oxigén termelését. Na, ez egy elég komoly feladat, mert nem kapották el, amint az látható, elment fél év arra, hogy létrejöjjön a légkör. Ám innentől kezdve mondhatjuk azt is, hogy jó dolgok begyorsultak, sőt egyre inkább gyorsuló ütemben történtek meg. Augusztusban létrejöttek az első nagyon egyszerű élőlények az óceánban. Szeptember és október tájékán volt az eddigi legnagyobb, leghosszabb és legkisebb jégkorszak a Földön. Egy olyan időszak volt, amit úgynevezett Snowball Earth-ként, tehát hógolyóként apostrofálunk, ami azt jelentette, hogy gyakorlatilag ma szinte majdnem minden hő, vagyis fény, ami beesett a Földre, visszaverődött, és ez egy nagyon-nagyon hideg időszakot jelentett, nem üldögélnénk itt ilyen vidáman. Ez a gondolat és ez a két még később előkerül majd. Aztán november végével egy nagyszerű és fontos lépés történt meg, megjelentek a növények a szárazföldön. Majd ezt követően december elején az állatok is, ősalák, ez a kedves jószág is kimászott a partra. Szintén december elején már létezik az a lény, ami mind a szaúszoknak, mind a hüllőknek, madaraknak és az emlősöknek is az őse. December 8 és 12 között lezajlik az utóbbi időszak egyik legnagyobb jégkorszaka, mindez azonban még egy kontinens érint, aminek neve Pangea. Vagyis az óceán és a kontinens a szárazföld úgy különült el, hogy minden egyes szárazföldi rész még egy adott területnek számított, összefüggő területnek. Ezt követően december közepén indultak olyan tektonikus változások, amelyeknek Pangeában az őskontinens további részkontinensekre szakadt, ami még nem a mai kontinensek, de azért, hogyha ügyesen figyeltek, földfedezhető egy-kettő közülük, például itt azért Dél-Amerika sejthető. Ugye ez volt az az időszak, az ezt követő időszak, Jurassic Park, amikor a dinók és barátaik uralták a Földet. No, ennek december 25-én, vagyis 65 millió évvel ezelőtt gyorsan vége szakadt egy égi különbség kapcsán, és ez a kedves kis jószág, aki ősünk, elindult világhódító útjára. Ugye az első emlős állatokról beszélünk. Ezt követően már december 28-án ismét nagyon komoly tektonikai mozgások indulnak meg a Földön, kialakulnak a ma ismert tehetségrendszerek, a Pireneusok, Alpok vagy a Kárpátok, és hát úgy mellesleg India is beleparkol Ázsiába, és létrejön a Himalája. Az év utolsó napján, este 8 óra körül, egy kis szőrös jószág két lábra áll. Mindössze 10 perccel évfél előtt a Westfáliai Neandertal mellett egy barlang már lakott. 8 perccel évfél előtt bekövetkezik az egyéb időszak utolsó évkorszaka,
A jég egészen a Kárpátokig ér Európában. Alkalmazzák ezen, hogy ma is egy jégkorszakban élünk, csak ez nem értek viszámára egyértelmű, de később szóval ez is. Mindössze 4 perccel évfél előtt, vagyis az év vége előtt megjelenik az ősünk, vagyis inkább mi, vagyis inkább ő rám hasonlít, a Homo sapiens sapiens, vagyis a modern ember, másnéven romani ember. Mindössze 1 perccel évfél előtt útjára indul az emberi történelem. Ez még nem az jó történelem, de a mezőgazdaság megjelentésétől számított emberi történelem. Vaskor, részkor, bronzkor. Mindössze 32 másodperccel évfél előtt megépülnek a piramisok. Mindössze 22 másodperccel évfél előtt ér Mózes. 20 másodperccel évfél előtt Homérosz megírja az Iliászt és az Odüsszeiát. Hiába kiutakozott asszony lehetszeni, hogy ezt a falat bemutatták, a többit már tudjuk. Mindössze 14 másodperccel évfél előtt ér Krisztusunk, 10 másodperccel Mohamed, 3 másodperccel évfél előtt egy őrült alján, aki őrült spanyolnak képzelte magát, elindult hajóval nyugatra, hogy megtalálja Indiát. Az év utolsó 2 másodpercében az emberiség létszáma 1 milliárdról 8 milliárdra emelkedik. És az év utolsó másodpercében a globális ipari civilizáció megszületésével, vagyis az elmúlt másfél száz évben, az emberiség felemészti az erőforrás tartalékait, elégeti a szénhidrogéneket, megsemmisíti az ökoszisztémákat, és jó esélye a ma ismert élet formájára számára a bolygót egy ideig akár lakhatatlanná is tenni. A mi kis épüvegbolyók, az otthonunk, hogy kicsi vagy nagy, hát ezt mindenki eldöntheti maga. Azt gondolom, hogy ő magával egy csoda, ezért nem összésre érdemes. De hogy mennyire bonyolult volt ez a 4,5 milliárd év, ezt önmagában talán fel sem lehet fogni. De hogy nekiálljunk a változásoknak, a legfontosabb, egy picit megérteni a hátterét annak, amiről ma nagyon sokat hallunk. Népszerűen klímaváltozás, hogy még szeretek magyarul beszélni az éghajlat változás hátteréről. Ez egy olyan diagram, ami félmillió évet dolgoz fel, és a hőmérsékletet mutatja be a Földet. Amikor az éghajlatváltozás kritikusokkal azt hallom, hogy ugyan múlik már éghajlatváltozás, mindenféle dolog történt már ezen a bolygón, teljes mértékben igazukban. Mert ha megnézitek, akkor a hőmérséklet nagyon is ingadozó volt. Ez azt is jelenti, hogy voltak olyan időszakon, amikor nem volt jégkorszak, mert hát jégkorszaknak azt nevezzük, amikor a Földön bármilyen mennyiségben vagy formában, de van jég. Jelenleg az úgynevezett karbozoikumi elégesülés, 7. interglaciális állapotban vagyunk. Vagyis egy visszahúzódott jég állapotban, de a kronométer szerint lassan hűlnie kellene a Földnek, de nem fog, erről gondoskodtunk. De hát látjátok, hogy mennyire ingadozott a hőmérséklet. Aztán valamiért, ezt nem, amit nem sikerült megfejteni, 10-15 ezer évvel ezelőtt állandósult a globális sátrak hőmérséklet. Vagy inkább azt mondanám, hogy stabilizálódott. Ez azt jelenti, hogy az kiingás, amik itt ilyen nagynak láthatóak, nem volt több plusz-minusz 1 Celsius fokra. Vagyis egy olyan, hogy kellett, és kiszámítható időszak következett be. Hát a végtelőből Homo sapiens sapiens nem is loptam napot, feltaláltam a mezőgazdaságot, alapjaiban változtattam az embert és magát a Földet is. De hogy a párhuzamot a dolgok között az ok és okozatok picit jobban átlássátok és megértsétek, mutatok egy másik rendkívül hasonló ember. Ugyanúgy ingadozik, bocsánat, ugyanúgy ingadozik, és ugyanúgy stabilizálódik.
Hát ez üzemházgázoktól szól, vagyis elsősorban ez esetben a széndioxidról. A széndioxid és a globális átlag hőmérséklet alakulása mindig kéz a kézben jár. Mert láthatjátok itt is, ott a stabil periódus. Ez az úgynevezett PPM. Egy nagyon fontos szám. Egy angol rövidítés, parts per milliót jelent. Vagyis azt, hogy egy millió lépészecskéből hány darab az adott gáznak megfelelő molekula van. Ebben az esetben széndioxid. De hogy át tudjuk látni, hogy a kettőnek igenis köze van egymáshoz, itt egymásra helyeztem a két diagramot, és azt mondom, hogy nem kíván különösen magyarázatot. Bizony ez egyik a másikból következik. A következő ábra viszont azt mutatja, hogy az IPCC, vagyis az ENSZ éghajlatváltozás és kormányok között testülete számítása szerint milyen hőmérséklet emelkedésre várható, illetve ez a széndioxidgáz emelkedés, de tudjuk, hogy kettő között összefüggés van. Ezek különböző forgatókönyvek, ez az ECP 8.5, és azt jelenti, hogy mindent túlcsinálunk tovább a ma. Na hát megmutatok mindenkit, hogy legalábbis ebből pillanatig mindent túlcsinálunk tovább a ma. Ez majd szóba kerül még. De hát mit is jelent ez, hogy ECP 8.5, mert azért annyira látom, nem markolt senki a szívéhez, de mi a? Ez azt jelenti, hogy az évszázad végére plusz 4-5 Celsius fokos globális átlag hőmérséklet emelkedést jelent. Ezt úgy nehéz értelmezni, mert az ember egyből arra gondol, hogy hát akkor nem 30 fok lesz, majd nem 35, és akkor mi van. De ez globális átlag hőmérséklet. Amikor egy ellentétes példával szeretném ezt megvilágítani, amikor 4-5 Celsius fokkal hidegebb volt, mint most, akkor itt jégkorszak volt, és jég volt. Ekkor a szintű változást jelentett a globális átlag hőmérséklet. Csak 4 Celsius fok növekedés a globális átlag hőmérsékletben azt jelenti, hogy a szárazföldön levő átlag hőmérséklet már 5-6 Celsius fokkal több átlag hőmérséklet. Ez azt jelenti, hogy a legforróbb napokon Kínában 7-8, Közép-Európában 8-10, Észak-Kelet-Amerikában 10-12 Celsius fokkal lehet meleget. Ezt nem lehet már, hogy láttuk, és akkor most itt egy projekciót mutatok, hogy hova futhat ki. Az előbb láttuk a széndioxidot, ez pedig a hőmérséklet. Ugye már az az izgalmas, hogy ahova ez a 8.5-ös kifuthat, hát az nem az, amit az elmúlt időszakban az ember megélt volna. Ugye ez itt, ahova tart, az kb. 20-40 millió évvel ezelőtt volt utoljára, hát akkor még nem igazán voltunk jelen, főleg nem szervezett társadalmak formájában. De ami fontos, hogy most hol tartunk, utoljára a légkörben akkor volt ennyi széndioxid, mert hogy 250 és 350 ppm között az ipari forradalom előtt, most már 420-nál tartunk, és exponenciálisan növekszik, mert hát ugye minden, amit csinálunk, az üvegházgáz kibocsátással jár. Majd megpróbálom, hogy fontosan magyarázni, hogy miért nem elkezdve kiúzni a dugót, illetve következmények nélkül leállítani ezt az egész folyamatot. Utoljára akkor volt ennyi széndioxid a levegőben, 3-3,5 millió évvel ezelőtt, amikor a pliocén korban jártunk. Csak hogy a pliocén korban 3-5 Celsius fokkal magasabb volt a globális átlag hőmérséklet, mint most. Na hát akkor hogyan ez? Hát az előbb azt mondtam, hogy ez 10-10-ben jár. Akkor nincs itt valami fejlődés. Nincsen, ugyanis van egy apró trükk, amit itt meg kell érteni. Az üvegházgázok, és különösen a széndioxidnak van egy olyan tulajdonságnak, hogy a teljes melegítő hatását, azt a légkörben kerülésétől számított 30-50 év múlva fejli ki. Na, akkor most mondom egy másik érdekes adatot. Az elmúlt 250 évet tekintve,
Tehát amióta ipari forradalom és elkezdtük kikotolni a szán, vagy a kőolajat, vagy a földgázt a föld alól, ez mind szén, és elégetni, vagyis a levegőbe került, mert hát erről van egy szó, hogy hol van a szén. A földben, vagy a levegőben, utóbbi számunkra, a túlszállás is. Az azóta, tehát az elmúlt 250 évben valaha elégetett szén 90%-át 1950 óta égettük el. Az elmúlt 250 évben elégetett összes szén 50%-át, tehát felét 1990 óta égettük el. Az elmúlt 30 évben. Na most akkor toljuk össze ezt a két gondolatot. Ha a híradóban mindenféle extrém időjárási szélsőséges eseményt látunk, akkor ezt vegyük figyelembe, hogy amit tapasztalunk magunk körül, az az első felének a hatása. Vagyis azoknak az üveggázoknak, amiket a 70-es, 80-as évek végéig bocsátottunk a légkörbe. De hát a másik felének, eltelt 30 év, ezek után bontakoznak ki a hatásai. És mindez exponenciális sebességgel, hogy mit is jelent a fogalom az, amit találkozunk. Csak jelenjük helyezni, hogy ezen az időskálán ott áll két lábra a jószág, és ott találjuk fel a szabadság. Ez egy egyszerű is vonalka, ami azt jelenti, hogy az elmúlt 800 ezer évben a szén-dioxid szint nem haladta meg ezt a vonalat. 1950-ben, tehát amióta eltúrantottuk a szén 90%-át, akkor ott volt, jelenleg, hát most már inkább itt van. De nem is ez a fontos, hogy hol tart, hanem hogy milyen meredeken emelkedik. Itt szintén látható két darab egymásra feketett diagramok, ami azt igazolja, jégfúrások volumeniták alapján, hogy mennyire párhuzamosan működik az átlaghőmérséklet és a szén-dioxid szint. Ez az a bizonyos 10 000 éves skála, minden, ami emberi történelem, amiről mi tudunk, amit valami régi dolognak tartunk, az itt történt. A mezőgazdaság feltalálása, a piramisok, a pénz, a kerék, minden ebben az elmúlt inkább 8 000 évben történt. Ez rendkívül rövid időszak. De lássunk sokkal érdekesebb dolgokat, ahol már kicsit elkészül az exponenciális. Erre egy jó kis vonal. A globális emberi népesség a Földön. Azt is mondhatnánk, hogy 200 000 évre volt szükségünk, hogy eljussunk az 1 milliárd főig, amit egyébként 1800 körül értünk el. Majd a 200 000-hez képest 200 évre volt szükségünk, hogy 1 milliárdról 8 milliárdra emelkedjen a lakosság. És hát jelzem, hogy ez azért egyelőre nem áll meg, vagy legalábbis a saját szándékunk szerint biztosan nem. Talán egy éve még arról volt szó, hogy 2024 vége, aztán a 2023, akik egy interjúban figyelmeztettek nemrég, hogy valószínűleg ezért végére elérjük a 8 milliárd. Ha minden így folytatódna tovább, akkor valószínűleg az évszázad közepén lennénk. Nagyjából 10 milliárdra. Na de hogy történhetett meg ez? Ez egy rendkívül fontos fogalmat szeretnék elmagyarázni nektek, aminek az a rövidítése, hogy EEOEI. Ez egy egyszerű, de rendkívül jelentőségű szám. Ez a rövidítés, egy angol rövidítés, azt jelenti, hogy Energy Return on Energy Invested. Vagyis az energia megszerzésére fordított energia. Vagyis az, hogy innen majd kivonulunk és elmegyünk el védelni, ahhoz sétálgatnunk kell, és az valóban véget. Tehát tevékenykednünk kell, be kell fektetnünk az energiát, el kell égetni ahhoz, hogy eljussunk az erődők és megszerezzük az újabb adatot. Minden lény ezen a Földön, amelyik él, így működik. Arra használja fel az energiára egy jelentős részét, hogy a következő adag energiát, vagyis élelmet megszerezze. Ez a természetben, ahogy mondtam, mindenre igaz, és igaz volt az őseinkre is. Ez a szám jellemzően mindig 1 és 2 között van, és az emberek kívül nem tudott ebből kitörni, mert
ebből a házasból senki. Ez az őségeken sem ment egészen odáig, amikor 8000 évvel ezelőtt, 8-9000 évvel ezelőtt felfedezték a mezőgazdaságot. Ugye arról volt szó, hogy stabilizálódott az éghajlat, ez lehetővé tette a mezőgazdaság kiszámítható működését. Gondolom, ami valaki folytán elhagyottak néhány napot, és rájöttek, hogy volt kínő, nem kell elmenni érte. A mezőgazdaság feltalálása az egy olyan forradalom és rendkívül jelentőségű dolog volt az emberiség életében, amihez csak a szénhidrogének felfedezése lehető. Miért? Mert kis energiabefektetéssel lehetővé tette nagy mennyiségű energia megszerzését, nem kellett hajtatni a mindenféle jószágok után egész nap még gyűjtögetni magukat. Ott nőtt ki a kunyhó mellett, az állatokat meg ott tartották. Tehát kis energiabefektetéssel nagy mennyiségben tudtak energiát szerezni, és ezért képesek voltak tartalékolni és tárolni is az energiát, ami lehetővé tette, hogy ezt később használják fel. Ezek a fogalmak kulcsfontosságúak, mert lehetővé tették a forradalmi változást az emberi közösségeket. Azzal, hogy létrejött a szakosodás. Nem kellett mindenkinek az energia megszerzésével foglalkoznia. Volt, aki egyéb készített, volt, aki lehetett. Az ős közösségekben ez a specializáció, ez a szakosodás oda vezetett, hogy 10-12 darab társadalmi szereplők létre. Az ókori, komplex, birodalmakban, társadalmakban ez 10-12 ezer társadalmi szerep volt. Ma a globális ipari civilizációban több mint 1 millió társadalmi szerepünk van. Amit ez mutat, az az, hogy végtelen mennyiségű energiával bírunk, amit arra használunk rá, amire szeretnénk. Aztán a komplexet, bocsánat, tehát ahogy elindult a mezőgazdaság, és kitörtünk az 1-2 közötti zónából, 5-6 ezer év alatt, ez a szám elérte a 4-et. Majd a komplex ókori birodalmak megjelenésével elérte az 5-öt. De az azt követő 7000 évben nem változott. Vagyis teljesen mindegy, hogy Julius Caesar vagy Rákóczi fegyver, az élet ugyanarról szól, ez a szám 5-ös. Majd a 18. század közepén azzal, hogy kikotortuk a Föld alatt a szemet és elérhetjük, ez a szám évtizedek alatt 12 000 évre telt, hogy erős a 2-t öltik. Aztán évtizedek alatt jutott el 5-ről 100-ra. Ez a fosszilis energia. Egy végtelennek tűnő energia konzervnak lehetővé tette, hogy bárhogy megtegyük ezen a világon. Meg is tettük, majd látható, hogy mire használtuk az energiát. Na, akkor a kettőt összefésülök, már látszik, hogy mi tette lehetővé ezt a végtelen, és mi végtelenben mutató növekedést. Még néhány apró grafikon, ennyi szelet, ennyi tonna szelet, mint millió tonna szelet égettünk el és juttatunk a légkörbe az elmúlt 150-200 év során. Nyilvánvalóan ennek megfelelően egy szén-dioxid jutott a légkörbe, hát azért elnézést kérek a lábrémet, 396, most meg valahol 420 körül járunk. Így szépen összetésülve megint két grafikon, ami elmagyarázza, hogy dolgok erősen összefüggenek, ugye a kék a lakosság száma, a populáció, a másik pedig a mostani fél is, a vallás, ugye a végtelen növekedés, a GDP. Ez is ugyanúgy, ahogy az energiafelhasználás, a szén elégetése és a szén-dioxid kibocsátása ugyanolyan ütemben száll. Ez mutatja, hogy minden, amit modern életnek nevezünk, a szénhidrogének felhasználása tette lehetővé, ám ennek megvan az ára is, most kezdjük befizetni. Ehhez képest ugye itt van a hőmérséklet, ami szintén jól láthatóan tart az egekre, nem tudom, globálisára a hőmérséklet. És akkor nem kell mindezt egymásról érteni, mert akkor láthatatlan volna. Itt jól láthatjátok ezeket a gyorsuló hatásokat, ezeket visszük végig. Ha valakinek Google-ja a barátja, akkor bátorítok, hogy a Great Acceleration
kifejezést, és csodálatos dolgokat találhat, azt, hogy milyen módon exponenciálisan gyorsul mindenféle folyamatot a bolygó jelenleg. Na most egy picit más témát megnézve, legalább ilyen fontosabb, fontosabb és egy nagyon kedvelem. Amit itt látunk, azt úgy hívják, hogy Seneca bőrbe. Azért, mert Seneca bácsi gondolkodott el róla először is rajzokat. Úgy egy jókori, római filozófus volt. A Seneca bőrbe azt írja le, hogy egy komplex rendszer, egy ökoszisztéma, akár egy társadalom, sőt az egész civilizáció kialakulása az viszonylag hosszú idő és energiaigényes folyamat. Ám amikor a komplex rendszer elérte növekedésének határai, ugye ezt nem veszi észre, túlhasználta az erőforrásait, akkor a felívelő periódushoz képest a hanyatlásra és az összeomlásra egy viszonylag gyors és rövid folyamat. Az ábra azt mutatja, hogy egy élettérnek, amiben élünk, és aminek az energiaforrásait használjuk, annak van egy eltartó képessége. Ennyit tud biztosítani egy adott időtartalom belül. Ha azt túlhasználjuk, ugye amikor átéltük ezt, akkor még nem érzékeljük, hát nyomjuk ezerre. Csak amikor ez a szakadék már olyan mély és szélessé válik, nagyjából most azt sem tartunk majd ott, hogy nem tudja tovább fenntartani a rendszert, akkor kezdődnek a bajok. És amikor ez drasztikusan lehagyatlik, akkor nem sokkal később követi is ezt. Talán egy sokkal emészthetőbb, vagy emlékezetes példával szeretném ezt illusztrálni nektek. Ez egy vízige sziget, mondjuk fél Budapest, Alaszka partjai mentén. 1944-ben az Amerikai Egyesült Államok haditengerészete egy hosszú távú behallgató állomást telepített oda a japánok beszélgetésének a lehallgatására. A katonák mellé, mivel megoldák a szigeten, betelepítettek 29 darab részszalagost is, hogyha megjönnek az ellátmány, ledugrattak egyet-kettőt, és akkor vannak igen. Hát erre végül nem került sor, mert ugye, ahogy mondtam, 44 végén járunk, néhány hónap múlva véget ért a második világháború. Katonák vidáman összecsomagoltak, hazamentek. A részszalagosokat után manipulázták, ott hagyták. 29 darabot. 1957-ben, vagyis 13 évvel később egy tudós eszébe jutott, hogy nálatok vannak állatok, és egy expedíció keretében elindultak felfedezni, hogy mi is történhetett a részszalagosokkal. Hát meg is lepődtek azon, amit találtak. A jószágok borzasztóan jól érezték magukat, lusták voltak, kényelmesek, nagyon jó állapotban voltak, és 1350-en voltak. Mindössze 13 évvel később. Mert az a fontos tudni, hogy ezen a picinke szigeten nem volt semmiféle más nagy testű gerinces állat, nem hogy ragadozó, hanem egy másik növényevő sem. Viszont volt rengeteg fű, meg amit a részszalagos nagyon szeret, zuzmó. Így aztán más dolog nem volt, elni és szaporodni. Összeszámolták őket, hazamentek. Legközelebb 1963-ban tértek vissza, na, és hát tényleg megütték az, amit tapasztaltak, mert a rénszalvasok nagyon rossz bőrben voltak, sovának voltak, tele sebesülésekkel és borzasztó stresszesek voltak. 6000-en voltak a szigeten. Alig 20 év alatt a számunk 29-ről 6000-re nőtt. Hát ez kicsit már 6000-esebb volt, de összeszámolták őket hazat. Legközelebb egy szűk év múlva, 1964-ben, tehát azt is mondhatjuk, hogy néhány hónappal később tértek vissza, és most a tőttek igazán. A szigeten összesen 42 darab részszalagos élt, 41 tehén és egy terméketlen bika. Így aztán a Szentmárti sziget részszalagosai a 80-as éveknek is pusztultak. Ez a példa tökéletesen mutatja, hogy mi is az a Seneca bőrbe. És már elmondhatjuk, hogy az ő szigetük nagyon kicsike volt, ne higgyük azt, hogy milyen annyi barátok.
feladatváltozás, amelyekről kevesebben beszélünk, az erőforrás, a túlhasználása, akkor általában abban jutunk ki, hogy hát igen, azért van dolog, rendesen kell viselkedni, szelektíven gyűjteni a hulladékot, textilzacskóban járni, vásárolni, biciklivel járni iskolába, meg egyébként születik egy elektromos autót, picit zöldben kell festni ezt a dolgot, de az alapkoncepció mégiscsak az, hogy minden folytatódhat így tovább, ahogy eddig, hiszen ez normális, nem? Hát ezt megszoktuk. Tegnap is volt, ma is van, holnap is lesz, sőt, egyre jobb lesz. Hát, az az igazság, hogy a modern életek tekintetében kevés dolog általában a valóságban. Sokat halljátok azt a kifejezést, hogy fenntartható, ez egy létező kifejezés, nem feltétlenül arra használják, ami igazán fontos és mérvadó jelentése van, de az, ahogy mi a globális ipari civilizációban mindannyian élünk, na hát az biztos, hogy fenntarthatatlan. Mégpedig a következő dolog miatt. Az erőforrások túlhasználásáról, illetve az erőforrások elhalkásáról van szó. Alapvetően erőforrások, földi erőforrások tekintetében kétféle erőforrásokról beszélünk. Az egyik a megújuló természeti erőforrások, a másik a nem megújuló természeti erőforrások. A megújuló természeti erőforrásokra tartozik a levegő, a víz, a talaj, a növények, állatok, mindenféle jószág. Ezek a biológiai létet teszik lehetővé, a fizikai létet, azt, hogy vagyunk nem csak nekünk, a Föld összes létre. Azért megújulóak, mert egy időintervallumon belül a békén hagyjuk őket, akkor megújulnak. A nem megújuló természeti erőforrások az ipari civilizáció létét, vagyis úgy is mondanám, modern és normálisnak gondolt életünket teszik lehetővé. Ezek a modern ipari civilizáció alapkövei, az építőegységek. Ebből 90 darabot tartunk számon. 3 fosszilis energiahordozó, 48 fém, és a többi pedig nem fél alapú ásványi arra. Ezek nem megújulóak. Legalábbis ember létében nem. Geológiai időben talán igen, de az mi szempontunkból irreleváns. Tehát egyszer felhasználhatóak. Vagyis, ha a természet alapszabályát alkalmazzuk, akkor a megújuló természeti erőforrások gyorsabb felhasználása. Tehát, hogy gyorsabban használjuk fel, mint ahogy megújulni képes, az nem fenntartható. Na, valószínűleg ti is hallottatok már az Earth Overshoot Day-ről, vagyis arra a túlhasználati napról, amikor a Föld egy év alatt megtermelt, újra megtermelt, megújuló erőforrásai elfogynak. Már hamarabb használjuk őket fel, mint egy esztendő. Ez minden évben egyre előrébb jön. Globálisan július végén van, országokra is elavolta. Magyarország esetében tavaly július 4-én volt, idén már május 30-án. Úgyhogy itt is van azért vagy bőven, ugye a részszámosok esetében ezt hozta a véget. A megújuló természeti erőforrások túlhasználása túl sokan voltak, mindent belegettek. Ami alapvető problémánk inkább éppen akadt, a nem megújuló természeti erőforrások túlhasználásából. Hiszen ha ezt az elvet visszük át oda, akkor teljesen mindegy, hogy milyen ütemben használjuk fel őket, és ez különösen igaz az ipari értékű kialakulásának, a nem megújuló természeti erőforrások túlhasználata nem fenntartható. De akkor nézzük is meg a megújulókat, legalábbis egyet kettőt közülük, mert fontos. Ránézzük a képre, két üvegbolyó, át a két bolyó, van itt minden öveg víz. Na hát igen, 97,5%-ban sós, nem igazán tudunk mit kezdeni. A fennmaradó, nézd, tehát a 2,5% mondjuk úgy édes víz, annak is a jelentős része, majd 80%-a fagyott állapotban van, nem tudunk vele mit kezdeni. Aztán 20%-a benne van a tavalyban olyan oldatban, amihez nem tudunk hozzáférni. Tehát a fennmaradó ennek a 2,5%-nak az 1%-a az a mozgó, létező, cirkuláló víz, édesvíz, amivel hát tudnunk kellene mit kezdeni. De ennek jelentős része is vagy az élő szervezetekben van,
vagy a talajban van, vagy a légkörben van, mint gőz, gáz, tehát egy abszolút elenyésző mérték. 42 km víz az, amivel érdemben tudunk mit kezdeni. Ezek elsősorban a talajban, de főleg folyóban található vizek. Mert attól függetlenül, hogy a talajból szívják ki, ezek az úgynevezett csápos utak folyók mellett vannak, tehát amit viszítnak, az felszíni víz. Szóval, hogy sok a víz ezen a bolygón. Hát ha elképzeltek, ugye, testvérjával egy ilyen labdát, amit nem görögni, én nem tudom, mi a pontos magyar neve, de angolul Jim Ball, egy ilyen 1 méteres átmérő labdát, akkor ha az a föld, akkor az összes víz, ami a bolygón van, elfér egy 2 decis pohárban. Ha az édesvizet nézzük, akkor az elfér egy gyűszűben. Itt talán valamit ellátható is. Az ott az összes víz, és az, amit nem látok mellette, az az összes édes víz. Úgyhogy hát ennek fel kell válni vele. De amit látunk vele, az látható, szintén exponenciálisan használjuk fel. Elsősorban a mezőgazdaság és az ipar. A mezőgazdaság elképesztően pazarlóan bánik ezzel az erőforrása és nagyon rossz hatékonysága. Na, akkor nézzük egy másik fontos megújulót, a talajt. A Föld felszínének 29%-a szárazföld. Ennek a 29%-nak a 71%-a lakható. Ennek a 71%-nak az 50%-át, tehát a felét már mezőgazdasági termelésre használjuk. Ennek az 50%-nak a 77%-án a haszonállatainknak termelünk növényeket. Vagy közvetett formában, tehát olyan növényeket, kukoricát, amit aztán megetetünk velük, vagy közvetlen formában, tehát megetetjük. És mindössze a fennmaradó 23%-on termelünk olyan növényeket, amit aztán meg is eszünk közvetlenül. Ám ez a 77%, ez pusztán 18%-át adja az energiának, amire szükségünk van. Ez a 77% ebben a pillanatban, ez akkora területet jelent, mint Észak- és Dél-Amerika teljes területe együtt. Ennyit használunk fel hústermelésre. És hogyha azt nézzük, magátok, hogy a hús igény is exponenciálisan növekszik. Elsősorban azért, mert a fejlődő országok népessége bizonyos területeken robbanásszerűen növekszik, és hogy ki akarnak törődni abban az állapotban, ahol vannak, úgy, ahogy az őseink esetében is úgy volt, a húsevés az státuszszimbólum, érzelmükért is. Ők megengedhetik maguknak, hogy minden nap húst tegyenek el a nagyszüleik általában, hát ebbe egyszer vagy kétszer vagy a hús maximum. Hát ma már megjelent az öreg. De ha a talajról szeretnénk még egy dolgot mondani, akkor már elmondhatjuk, hogy a talaj 75%-a a termelő talaj súlyosan vagy közepesen degradálódott. Azaz nem nagyon van benne már élet, tehát plusz adalékok nélkül gyomírtók és műtrágyák gyakorlatilag alkalmatlan a mezőgazdasági termelésre. Ha a dolgok így folytatódnak, akkor az évszázad közepére ez az arány 95%-kal nő. Bocsánat, 95%-ra nő. Ez azért fontos, ezt mindjárt kiderül. Ám mielőtt oda eljutunk, a globális erdő tarvágásokért, vagyis hogy kipusztítjuk az erdőinket, meg 75%-ban a mezőgazdasági termelés az oka. Az, hogy szükségünk van még jó minőségű termőföldre. Na most ahhoz, hogy ezt a 10 milliárd embert az évszázad közepére ellássuk megfelelő mértékű élelmiszerrel, még 10 millió négyzetkilométernyi erdőt kell majd kivágnunk. De ismerve minket, ha összeszedjük magunkat, akkor sikeresen teljesítjük is ezt a feladatot. 10 millió négyzetkilométer, hát nehéz elképzelni, és nem vagyunk 93.000 négyzetkilométer. De segítek, ez pont egy kanadai terület. Tehát a fennmaradó, hát szűk 3 évtizeden egy kanadai erdőt kell majd kivágnunk ahhoz, hogy meg tudjuk edetni az embereket. Itt ezt próbálom. Láthatom, Budapest van egy ellenmondás, de így érzitek, jól érzitek. Ez a növekvő populáció, akiket
vetetni kell, ez pedig hektárra rövidítve az a termőföld terület, ami képes ellátni az emberiséget. Tehát látszik, hogy egy olyan olló, ami egyre jobban nyílik. Hogy fogjuk ezt megoldani? És hát itt van egy nem túl korszerű szám, de ha azt nézzük, akkor az évszázad közepére a magyarhoz, tehát 15 évvel az előtti adathoz képest 70%-kal több élelmiszert kell előállítanunk, vagyis valóján, ahhoz, hogy meg tudjuk elvenni azokat az embereket. Na hát akkor kérdezem még egyszer honnan. Itt van a pusika, látjuk, hogy mennyit használunk föl ma, és főleg szárnyasból és disznóból mennyire lesz szükségünk néhány évtizeden belül. Rendkívül vízigényes, nem csak a földekötözése, hanem a hús megtermelése is. Aztán itt vannak az állatok, már itt a vadállatok. Ez szintén egy 10 év ezelőtti adat, úgyhogy nyugodtan kerekítsétek felfelé. Az elmúlt 70 évben, bocsánat, 1970 óta, az elmúlt 50 évben a gerinces szárazföldi állatok populációjának a mérete, vagyis az, hogy hányan vannak, az 60-80%-kal csökkent. Eltüntettük a vadállatokat a földfelszínéről. Itt egy kicsit lebontva, hogy a szárazföldiek 38, a tengeriek 36, és hát a kevésbé jobban jártak az édes vizek. Ennyiben csökkent a populáció egyszáma. Vagy egy másik néha korrekcióra szoruló, de arányaiban azért pontos összehasonlítás. 10 000 évvel ezelőtt, tehát amikor nekiálltunk a mezőgazdaságban, akkor a szárazföldi gerinces állatok, magunkat is beleértve, ösztömegének mindössze 1%-a volt ember. Az összes többi vadállat volt. Mára ez oda jutott, hogy gyakorlatilag megfordult a dolog, egyes tanulmány szerint 4, de nem gondolom, hogy nagy különbség van, tehát ahol 1-4% között van az vadállatok összes tömege, és a fennmaradó 96% az ember, illetve a haszonállatai. Na hát, amikor mindenféle természetvédeket látunk, hogy itt ott a domináns vadállatok, elefántok, vízilovak, hát nem sok maradt belőlük. De akkor térjünk át a nem megújuló természeti erőforrásokra. Ugye erre utaltam, hogy fosszilis energiák, fémek, nem fémek, ezek a globális gazdaság építőkövei. Tehát minden, ami körülvesz minket, infrastruktúra, gépek, termékek, ezeket ebből állítjuk elő. Mert háromféle érték van legalábbis egy szempontunkból a Földön. Valójában az erőforrás, a természetes erőforrás, az a tőkeérték, ami energia felhasználásával, a természetes erőforrásokon csinálunk, asztalok, székek, egyéb értelmetlen dolgok, és hogy ne kelljen a szétkészítőnek 60 darab széttel a hátán dolgozni kenyérért, ezért kitaláltuk a közmegegyezésen alapuló cseresztőszt a pénzt. De valójában csak egy valódi értékforrás a Földön, az pedig a természetes erőforrások. És ma, amikor bármikor tudunk pénzt csinálni, mert már nyomtatni se kell, csak számítógépen legyártunk még néhány dollár, az nem jelenti azt, hogy az erőforrásokból több lesz. Csak azt, hogy sokkal gyorsabban fogyasztjuk el. De azért egy picit ezt rávilágítok, mert fontos, hogy megértsük. Beszéltünk az ROI-ről, tehát arról az energiaértékről, ami jellemez minden lényt, és az energiaforrásokat is. És arról, hogy amikor megtaláltuk a köszönet, akkor ez az érték felszállt 100-ra. Ez azt jelentette, hogy egy adott egység értékesség befektetésével 100-hoz jutottunk hozzá. Mondjuk, ha levegőben olajra, akkor egy hordónyi olajat kell felhasználni a gépnek, ezt a 100 hordónyi kinyerő. Ez azt jelenti, hogy 99-et arra használtuk fel, amire csak akartunk. Hát arra használtuk fel, hogy kizsaruljuk és kiegészít a Föld különböző erőforrás részletek. Ezt úgy képzeljétek el, mint a fán egy alacsonyan lógó gyümölcs. Tehát nagyon nem kell stabálnunk magunkat, érted, csak felmúlunk, szép piros nagy, aztán leszünk is. Ezt jelentette az, hogy jó minőségben, nagy mennyiségben, olcsó lehetett erőforrásokhoz jutni. Ez az iszonyatos boom, ez meg is jelent a társadalomban, és olyan felhasználási formák jelentek, amik korábban nem léteztek. Ez azt jelentette, hogy rengeteg értéket teremtettünk, infrastruktúrát, és azt a sok mindent, amiből végül globális ipari civilizáció lett, és körülvesz minket. Vagyis megszületett az emberi jólét.
Ezzel párhuzamosan kialakult, stabilizálódott a politikai, gazdasági, társadalmi rendszerünk. Ezt mutatja ez az ember. De hogy használjuk fel nyersanyagot, úgy nőtt az emberi jólét. Csak hát aztán a 20. század második felétől az alma már nem ott volt a fa alján, hanem egyre feljebb húzott, és ma valahol a fa tetején van egy-két fonnyabb darab, amit viszonylatos erőfeszítéssel, meg létrával, meg emberekkel, meg kockázattal, betörő ágat kell eljutnunk oda, hogy leszedjük, de muszáj leszedjük, mert ebből működik a civilizáció. Tehát volt az a pont, ahol ez elkezdett hanyatlani, vagyis egyre ritkábban, egyre rosszabb minőségben, egyre drágábban tudtuk megszerezni az nyersanyagokat. Ezért egyre nehezebben elérhetővé, egyre drágábbá, egyre rosszabb minőségű válik a piacon is. Ezt azért most már tapasztaljuk, hogy nehéz hozzájutni jó minőségű dolgokhoz, és egyre akkor átunk van. Ez azt jelenti, hogy folyamatosan nő a bizonytalanság, vagyis elkezd csökkenni nem csak a felhasználás, hanem a felhasználás, hanem az emberi jólét is. Ez pedig alapvetően oda vezet, hogy elkezdenek destabilizálódni a politikai, gazdasági, társadalmi rendszerek. Tehát még egyszer, a bőség, amit az ásványok tettek lehetővé, az egy emelkedő emberi jólétez vezetett. Ahogy egyre nehezebb, egyre rosszabb minőségnek jutunk hozzá, úgy csökken a jólét, annál nehezebbé válik a mindennapi élet. Mert így, és ez jól látható, a rendszer, amit építettünk, a globális ipari civilizáció folyamatosan elvárja, hogy újabb és újabb és több legyen mindenből. Egyrészt erős vagyunk kondicionálva, másrészt azért, mert mindig is így működött. De egyetlen példát mondjuk az energiára. Ha a globális GDP növekedést, mondjuk egy 2019-es utolsó adatot nézzük 3%-kal, akkor ez azt jelenti, hogy a gazdaság, a világgazdaság élete bő 20 éven belül megduplázódik egy ilyen növekedés mellett. Ez azt jelenti, hogy annyi energiára lesz szükségünk ez alatt a 20 év alatt, mint az ipari forradalom kezdete óta összesen. Na hát honnan fogjuk venni ezt az energiát, mikor most tárgyaltuk meg, hogy egyre kevesebb van, egyre rosszabb minőségű, egyre drágább. Tehát a rendszer, amit építettünk, zabálja az energiát, zabálja a nyersanyagot, mert így lett kitalálva, így lett kialakult, és kell neki még. A valóság az kezd el megoldani ettől. De az, ahogy mi éltünk az elmúlt 200 évben, és főleg az utóbbi évszázadban, vagy évtizedekben, az azt jelenti, hogy nem hálásással vagyunk kondicionálva. Ez normális. Mindig is volt, van is, de lesz is, és kell is. Ezért van egy elvárásunk a jó létünkkel kapcsolatban. Nem tudom, kinek mondani, hogy kifejezés még van, de tulajdonképpen minden ember számolista, mert onnantól kezdve, ha elér egy színvonalat, akkor azt mondja, minimálisan normálisnak, és már nem is várja, hogy úgy legyen. Tehát az emberi jólét kapcsán is van egy nagyon komoly elvárás, miközben a környezeti hatásokból és a valóság kényszerítő hatásáként az emberi jólét is egyébként kezd eltávolodni az elvárásainktól. Én nem van kétségből, hogy szubsztráció vagy. Szó lesz erről a tanulmányról, egy Massachusetts-i egyetemnek a tanulmányáról, de akkor összefoglalva ezt, amit eddig beszéltünk, körülbelül a 70-es évekig, a 20. század végéig ez egy felívelő folyamat volt. A tanulmány szerint a 2020-as évek, amiben léptünk, lesz az az évtized, amikor mondjuk stagnál a gazdaság, és belépik a bizonytalanság időszakába, hogy Macron elnök mondta véget ért a tőség korának számunkra. A 30-as évek már egyértelműen ezt a bizonytalanság korát voltja ki, és valószínűleg onnantól kezdve még érzékelhetőbben a hanyatlás időszakába lép a globális ipari civilizáció, ami az évszázad közepére akár szabad esésre is mehet. Lehet, hogy volt, aki hallott már róla, ez egy nagyon fontos könyv, a Római Klub nevezetű társaság vissza meg a Massachusetts-i egyetemet, hogy végezze meg el a kísérletet, amikor egy több ilyen is volt, de ez lett a legismertebb. A növekedés határa egy című könyvet publikálták 1972-ben. Utána 30 évvel később felülvizsgálták a modelljeiket, és aztán tavalyi év folyamán 50 évvel később is, hát az elég egyértelmű eredményt hozott. Ez az eredeti modell, én a
nagyon szeretem, amikor itt megyek valahol, és volt egy térkép, meg egy piros körök, hogy ön itt áll. Hát én nem ittam, de itt van. Itt vagyok. Ugye itt készült a tanulmány. Itt rengeteg paramétert adtak meg, a szennyeződéstől a lakosságig, tehát a népesség számít, az ipari kibocsátásig, a mezőgazdaságig, az élelmiszerig, és nagyjából, ugye mutatom ezen a ponton van, ezt a pontot követően már kevésbé a növekedés lesz jellemző. De hogy mutassak itt négy darabot ezek közül a modellek közül, ez a kettő tűnt a 30 éves felülvizsgálatnál a legvalószínűbbnek, az 50 évesnél pedig kiderült, hogy a Pavó 2 és a Business as Usual 2, ha minden tud csinálni tovább a modellének, a legvalószínűbb. A kettő között az a különbség, hogy úgy voltak vele ehhez a modellhez képest, gondoljuk arra, hogy majd az, ami technikai csoda folytán nem annyi nyersanyagunk lesz, mint amennyi, hanem kétszer annyi, és ezt meg is tettük, mert a technológiai fejlődésben élünk, hogy meg tudjuk találni azokat is, amit aztán nem tudnak elbúk előlük, legyen az energia, vagy bármiféle nyersanyag. Ám ebben az esetben sokkal jobb a zuhanás, hogy az előző állán láttuk, hogy körülbelül itt vagyunk. Ez a kék, ez a népesség, ami elszáll a végletekig, az pedig a szennyeződés. Ez itt az élelmiszer. De akkor egy picit lássátok az összefüggést ezek között, amit elmondom, de itt van minden, amiről beszéltünk. Ez mind szemek a görbe, és ez mind exponenciális változás. A szarvasok, maga a szemek a görbe, az előző tanulmány, és a MIT Egyetem által készített előrejelzés. No, de hát eddig csak azt a részét néztük, hogy energiát és nyerságot veszünk ki a rendszerből. De azért legalább ilyen fontos, hanem fontosabb, hogy hát az autó hátsó részén a kipufogónál, ami van, amit kipufogunk. A hulladék. Mert ugye erőforrásokat mondunk be a rendszerbe, és ezt energiával, nyersanyagból tőkévé alakítjuk, ezek a dolgoká. Aztán menet közben már a gyártás során is keletkezik hulladék, fizikai hulladék. Egyébként hő is keletkezik minden esetben, a hulladék. Üvegházgázok is keletkeznek, az szintén hulladék. És végül akármennyire szép, ez a szép is valószínűleg a szemtelen végzik, és hulladék lesz. Ez addig folytatható, amíg tudunk erőforrásokat bevonni, azt követően a kapitalizmus nem fogja nekünk adni, ez a katabolikus kapitalizmus sem állik, mert a saját magával felépített értékeket kezdi lebontani. Tehát, a nagyon egyszerű képlet itt van. Drága anya természet, nature provides, minden van benne, ami kell, azt adja, nem adja, elvesszük. Tulajdonképpen bármilyen formában is minden élőlénynek energiára van szüksége, ahhoz, hogy működjön, ahhoz, hogy éljen, ezt kiveszi a rendszerről. Hát az ember is megveszi, csodás kis testét, meg a fantasztikus rendszerben épített, azt fenntartsa. Igen, ám csak amikor végeztünk ezzel a folyamattal, erről beszéltem az előbb, akkor létrejön a hulladék. Na ez az, amivel a problémával épült, ugyanis hát a különböző országok esetében még rendben van, de a mi hulladékaink azok sajnos nem annyira barátságosak. Vegyünk példának egy igazán egyszerű darabot, a mindenünk által ismert műanyagot. Ott vannak a csodálatos számok, jelenleg évi 300 millió tonna, de ha valamennyire látjátok, akkor elmondom, hogy a jelenleg az általuk legyártott és használt műanyag hulladékok közel 80%-a az óceánokban végzi. És ennek a 80%-a, a 90%-a ebből a 8 darab folyóból kerül bele az óceánba. Egyesek közül európai. Aztán ezt az adatot is lehet, hogy hallottátok már. Ha így megy tovább, akkor valószínűleg az évszázad közepére mennyiségét tekintve több műanyag hulladék lesz az óceánban, mint hal, tehát mint a halak tömege. De vannak is sláger témák, amiről beszélünk, és vannak, amiről nem. Hát ugye ezt már mindenki tudja, mert bele lehet lenni a fejünk, hogy szégyenlik annak, hogy már repülőre ültünk, mert milyen borzasztó dolog, hogy pusztítod a légkört azért, mert repülővel mentén nyaralni. Nyilván van benne valami, de megint csak arról van szó, hogy valamit kiemelünk, valamiről meghallgatunk. Hát hol van arról szó, hogy a műanyag hulladékoknak az a 20%-án, a
nagy része, ami nem az országba végzi, azt a föld alá kotoljuk. A műanyag egyféle módon tudja igazán elmondani UV sugárzás hatására a tökrendi naptól. Na hát, ha a föld alá kotoljuk, akkor ezt jól lelassítjuk, akkor az még bomlik. És a bomlási folyamat eredményeképp nagyon nagy mennyiségű üvegházgáz, szén-dioxid és metán szabadul fel. Na, hát föld alá kotort műanyag és szemét rothadásából származó üvegházgázok mennyisége, az pontosan annyi, mint amennyi a légi közlekedési iparak és a légi szállításnak az éves kibocsátása. Csak az egyikről beszélünk, a másikról nem. De egyébként a Földön történő rizstermesztésnek a metán kibocsátása is pontosan ennyi. Beszélünk róla, nem. Leállítsuk. Képtelenség. De tovább mehetünk a műanyaggal, ugyanis a műanyag, az előbb mondtam, nem jól bomlik le, viszont rendkívül könnyen tör. Tehát az, ami az óceánba kerül, az a fizikai mozgások eredményeképpen egészen a földarabokra, úgynevezett mikroműanyagokra tör. Ez azt jelenti, hogy kisebbek, mint 1 mm. De már olyan is olvastam, hogy nanoműanyag. A nanoműanyag az olyan picike, hogy gond nélkül átlép a sejtfalon. És akkor a többet találjuk ki. Ez egy rendkívüli módon még nem vizsgált terület, tehát majd a jövőre jönnek az ezzel kapcsolatos eredmények, de tanulmányok egy könyvet azért idézek, a tanulmány arról szól, hogy az amerikaiakat vizsgálta, de valami hasonszikőben járhatunk, belégzés, ivás és étkezés során annyi műanyagot veszünk magunkhoz hetente, mint egy bankkártya. Vagy akár a személyigazolványt, mert akkor jól vágja ki a személyigazolványhoz. Ez bejutva a szervezetben nyilván megteszi a hatását. A könyv, amit egy nagyszerű doktornő ír, ezt kutatta hosszú évtizedeken keresztül, az úgynevezett Countdown című könyv. Ő arra jutott, hogy a 70-es évek óta, a 70-es évek eleje óta a férfiakon olyan mértékben csökkent az életképes felnőttek száma, több mint 60-70%-ra, hogyha ezt a vonalat szépen meghosszabbítjuk, még állásan, nem is exponenciálisan, akkor valószínűleg az évszázad közepére az már egy ünneplendő csodaszámba fog menni, hogyha gyerekek természetesen születnek a fejlett világban, legalábbis a férfiak részéről, de a hölgyeket sem kell félteni a tekintetben, mert a könyv arra is kitér, hogy a jelenlegi korai 20 éves nők termékenységi rátája az ott tart, mint a nagyszüleiké, a nagyanyuké, a 30-as éveiké. Sajnos ez mindennek a dolgoknak a következménye többek közt, mert hát bekerül, akármit is csinálunk, bekerül a tápláléktáncba a mikroműanyagok részkörforgása, akár olyan közvetett módon, hogy még a magyarországi használatokat is gyakran lehetik olyan táppal, ami aztán tengerből kihalászott halak is mindenféle lények maradékából készül. Tehát olyan szinten jelenkőben az élelmiszerláncban, ahogy ezt nem is segítenek. De aztán ott van a légszennyeződés, ami azért láthatjuk, hogy komoly következményekkel jár, de nem ilyen egyértelmű sajnos a légszennyeződéssel kapcsolatos hozzáállás, és ezt két dolog is bizonyított, az egyik a szeptember 11-i merényletek, a másik pedig a 2020-ban a Covid miatt leállás. Ugyanis ami a szennyeződés a légkörben, azt mi nem látjuk, hogy gázzában lőjünk, de azok szilárd anyagok, levegő, pici, szilárd anyagok, úgynevezett aeroszolok. Az a helyzet az aeroszolokkal, hogy olyan mennyiségben vannak a levegőben, hogy úgy működnek, mint egy napernyő. Tehát árnyékolják a Földet, és ezzel óvják a túlmelegedéstől. De ugye ezek még egyszer mondom, szilárd anyagok, amikre nagyon is ad a gravitáció. Tehát, hogyha nincs utánpótlásuk, akkor ilyen hét, ilyen hónap alatt leülesztenek az öt köbesüknek ezt a naperdőt. Szeptember 11-e után, akkor hetekig nem szállhatok a repülőgépek, döbbenek el rá először, hogy hogy lett a felszíni hátrakönyvességet 1-10 fokkal magasabb. Ugye ők közvetlenül is dolgoznak, meg közvetetten is, tehát mivel egészen apró, ezért kondenzációs hatást feltenek ki, kicsapodik rajtuk a víz, és a felhők is képesek visszaverni ezt a sugárzást. Mert hát erről van egy szó, azért nagyon röviden értsük meg az üvegházhatást. Ez nem egy örökötől való dolog.
az jó dolgok vannak üvegházgázok. Azt jelenti, hogy létezett, mondjuk 30-40 éve lesz ez eddig biztosan, egyfajta egyensúly. Tehát nagyjából annyi energia belődött vissza a földről az űrbe, fény, vagyis energia, amennyi egyébként itt elnyelődött. Ezt tette lehetővé ezt a stabilizációs helyzetet. De ha nem lennének üvegházgázok a Földön egyáltalán, akkor a globális átlagkövérsékletet tehát 33 Celsius fokkal hidegebb lenne. Vagyis mínusz 18 fok lenne. És akkor most itt van újra ő, a Snowball Earth, akkor nem világodnánk itt ennyire hazán, mert valószínűleg az életben a formájában léteznek. De akkor még egyszer, tehát itt erről van szó, hogy egy adott mennyiség rendszeresen távozott az űrbe, fény, vagyis hőenergia, most viszont bent ragad. Az interneten rákerestek egy olyan weboldalra, hogy forhiroshimas.net számmal. Forhiroshimas.net, ott van rajta egy-kettő számláló, ami amióta számol 1998 óta, azóta mutatja, hogy mennyi többlet energia ragad bent a földi légkörben, aminek nem kellett volna. Na hát most valahol 4 milliárdnál jár, mert mi lehet egy változtatni, tehát olyan értelmezhető dolgok, mint atombomba, hurrikán, villám, hogy ebből mennyi lenne az a többlet energia, mert azért petabakban nehéz megérteni. Amikor a számlámot, és ezért a szolgált címe, amikor a számlámot elindították, akkor úgy voltak el, hogy 4 hiroshimai atombombányi plusz energia ragad bent a légkörben másodpercenként. De két évvel ezelőtt felülvizsgálták, rájötték, hogy ez sok minden változott, meg lehet, hogy kicsit el is számolták, két évvel rájöttek, hogy 8 hiroshimai atombombányi többlet energia ragad bent a légkörben másodpercenként. De idén tavasszal aztán már rájöttek, hogy elszámolták valóban, nem már csak ilyenek ezek a fiúk a NASA-nál, újra számolták az egészet, és most már világos, közel 12 hiroshimai atombombányi többlet energia ragad bent a föld légkörében másodpercenként. Na hát ez rettenetes, hogy hát hogyan sűrtünk még meg? Hát úgy, hogy azt többlet energiának a nagy részét, 93%-át az óceánok nyerték el, szén-dioxid vagy közvetlenül hő formájában. De kezdték beadni a kulcsot különböző okok miatt, képtelen felvenni az óceántól hőt és több szén-dioxidot. Egyébként, hogyha valaki még emlékszik, hogy hogy kell szodát készíteni, belecsavarjuk a hatalmat a vízből, és szén-dioxid, hát mi keletkezik ott? Nagyon szeretjük, bubli-bubli, szén-sav. Egy kicsit összetettebb módon, de itt is az történik. És hol zónák alakulnak ki a Földön, ahol egyszerűen elsavasodnak az élőlények és olyan oxigénhiányos területek, amik nem teszik lehetővé az életet, ezek számok folyamatosan nő. Na de akkor kalandozzunk az északi sarkra, mert sok mindent meg fogunk érteni a folyamatokból. Ugye az északi sark két valóban biztosan alapvetően különböző a délitől, az egyik úgy északon van, a másik úgy a jég alatt nincsen szárazföld, hanem víz van. De most itt nagyon fontos fogalmat, hogy meg kell ismerni, illetve kettőt. Az egyik az az albedó hatás. Albedó azt jelenti, hogy milyen színű a föld felszín. Attól függően nyel el, vagy ver vissza fényt, illetve energiát. Tehát ez nem olyan nagy advance, hogy nyáron is inkább fehér bolva jár, mint feketébe. A világos felület, a hó és a jég, az 90% körüli mértékben ver vissza fényt, vagy energiát. A sötét felület, vagyis a víz, az nagyjából ugyanennyi 90% körül nyel el energiát. Vagyis, ez is egy nagyon szép út, az a pozitív feedback út, vagyis visszacsatoló hatás, minél jobban olva a jég, annál több sötét felület lesz, annál kevésbé jön vissza, annál több hőt kell, annál jobban olva a jég, annál több sötét felület lesz, annál több energiát kell, annál jobban olva a jég. De ezen kívül még egy dolgot meg kell ismernünk, az úgynevezett látens hőt. Ha elképzeljük a poharunkat nyáron tele jéggel, akkor teljesen mindegy, hogy csuriban jéggel, hogy egy darab jégkocka van benne, a víz hőmérséklete ugyanúgy 0 Celsius fok. Egyszerűen azért, mert a hő, ami melegíteni a vizet, elnyelődik arra,
hogy segít a víznek az állapotváltozást megugrani. Vagyis szilárdból folyékonyá, amivel nem energiaigényes. Folyékonyból gázzá még inkább. De amikor az utolsó jéghozka is eltűnt, ilyen körtjé válik. Na ez vár az észak sarkra is. Mert onnantól kezdve, hogy eltűnt a jég, az az adott hő már melegíti a vizet. Hogy ezt egy picit megmutassam ennyire. Ugyanaz a hő nem változik, de az előbb láttuk, hogy nőni fog, de ha nem változik, ugyanaz a hő, ami ahhoz szükséges, hogy 1 mg jégből 1 ml vizet csináljon, ugyanaz a hő, anélkül, hogy változza, azt az 1 ml vizet után elolvadt a jég 79 Celsius fokosra melegíti fel. Na, ezt a két hatást kombináljuk az északi sarkon, akkor ez azt jelenti, hogy ha eltűnik a jég, vagyis Blue Ocean Islandnek hívják, ez azt jelenti, hogy a jég elfedett terület 1 millió négyzetkilométer alá zsugorodik, akkor ez olyan melegítő hatást jelent a légkör számára, ami felér 25 évig üvegházgáz kibocsátás hatásával. De ez nem csak ezt jelenti a csak a grönlandi jégtábla az naponta 280 ezer olimpiai úszómedencényi vizet veszi. És ahogy ez itt befolyik, találkozik az óceán vizével. A jég édes víz, az óceán sós. Ezt úgy hívják, hogy nagy óceáni szállítószalma. Most nem megyek bele a részletekbe, elképesztően fontos. Rendkívül sok szempontból, és nem csak az élet szempontjából, tápanyagokat átveszed, hanem az időjárás szempontjából is. A golfáradat, amit leginkább ismertek, azt tartja enyhén a telepasztúzás, mert mindig kacsonyok a brit szigeteken, milyen borzasztó peruk van, de azért van enyhe telük, meg bűvös peruk, mert egy folyamatos temperálásnak van kitéve ettől a meleg áradattól. Viszont hogy bűvődik, amennyire láthatjuk, van egy kanyar, meg ott is, átmegy pirosból kékbe. Amikor eljut az északi sark közelében lehűl a víz, amikor lehűl töményebb és sóssá válik, amikor sósabbá válik, nehezebbé válik és lesüllyed, akkor viszi magával a hőt, meg a széndioxidot. De ahogy töményen kapja a rédes vizet, egyre kevésbé képes sóssá válni, felhívul, nem süllyed le. Csak itt ez a karika, amíg a hideg víz lejön, az nagyjából 1000 év. Nem süllyed le. És ezért nem tudja elvinni magával a hőt. Ugyanakkor lelassul, vagy időben akár le is áll az a szállítószalag, ami azt jelenti, hogy kevésbé enyhe levegő Nyugat-Európában, aminek a kicsit ellensúlyozza nekik a globális felmelegedést, de olyan hideg teleket jelent, hogy gyakorlatilag lehetetlenné teheti a mezőgazdaságot. De nem csak a vízben történnek ilyenek, hanem hogy talán még fontosabb a levegőben. Ez egy nagyon érdekes és olyan tábla, ami segít jól látni a dolgokat. A levegőben is ugyanilyen áramlatok vannak. Ezt már nyilván mindenki tudja, hogy a levegő, tehát a napsugár az nem közvetlenül a levegőt melegíti, hanem a talajt, és a talaj melegíti fel a levegőt. Minél merőlegesebben érjen a napsugár, annál jobban felmelegíti. Tehát az egyenlítő környékén magasabb a levegő. Aztán, ahogy szőben éri, egyre kevésbé, ezért a videőrméterben lehetne csúszni. És ezek alakítják ki az úgynevezett különböző éghajlati éveket, amiket megszoktunk. Trópusi, szubtrópusi és hidegök. És ezek között úgynevezett jet streamek, vagyis ilyen forgó légáramlatok vannak, amik elválasztják ezeket. Csak hát eddig úgy volt, hogy 3-4-szer, most már a legutóbbi számítások alapján 7-szer gyorsabban melegszik az északi sarkör, mint a Föld többi része. Ez azt jelenti, hogy itt is magasabbra száll a levegő, vagyis ez a mozgás itt megszűnik. Ezt láthatják, hogy itt. Nem tudom, hogy ki emlékszik el, de tavaly télen például tipikusan ilyen volt a helyzet Magyarországon, hogy kedden és csütörtökön is 12 fok volt, csak egyik nap kedden mínusz, csütörtökön meg plusz 12 fok. Az azért van, mert ahogy itt, ugye fölmegy a meleg levegő, lejön a hideg, ahogy ez az amőban engedi karjait, úgy egyik pillanatban a hideg résznél vagyunk, másik pillanatban pedig a forrónál. Ez is jól mutatja azt, hogy ez a kék vonalakat látjátok, akkor ez az elmúlt két jégkorszak után emelkedő széndioxid szint. Jelenleg így emelkedik, de nem itt van, ugye, hanem valahol itt magasabb. No, akkor itt a vége felé
ez itt azt mutatja, hogy milyen időtávon mennyire emelkedtek meg a hőmérsékletek, és milyen kihalási ráta volt a Földön. Itt 10 és 100 ezer évekről beszélünk. 70, 80 és 90 százaléka az élőlényeknek kihalt, jelenleg így emelkedik a hőmérséklet. Én ugye a szintévesztő vagyok, de ezt mondom, mert szigorúnak kell lenni, hogy ne legyen egyértelmű mindenki számára. Ez a 19. század közepétől a globális éves átlag hőmérséklet. Tehát ezt csak annyit tudok hozzáfűzni, amikor a nagymamám azt mondta, hogy megnéljük a négyedben olyan nagy halak voltak, akkor valószínűleg igaza volt. De hát el kell mondanom, hogy itt csak a vonalérvéket a táblázat, tehát valószínűleg az egyre rikosabb lesz. És akkor végül, hogy hogyan változik ez a dolog, és mit jelent ez az exponencialitás? Mert biztos van, hogy reálmosok is. Hogyha egy petri csészébe egy baktériumot teszek, és az percenként szaporodik, oszlódik, és 60 perc után a petri csésze az tele van baktériumokkal, és nincs benne több hely, akkor hányadik percben lesz a petri csésze félig baktériumokkal? Mondtam meg valami ideális. Igen, ez az exponenciális növekedés. Egy percen a vége előtt fél év lesz. Na de most akkor ezt szépen tekerjük vissza és formáljuk kérdését, hogy melyik az a kis vidám bacillus, aki átlátja a helyzet komolyságát, súlyosságát, gyorsaságát, amikor a petri csésze még 97%-ban üres. Hát hol itt a gond? Az 55. percben. Mindössze 5 perccel a buli vége előtt. Na, hát nagyjából itt jár a napság, ha úgy éreznénk, hogy eljárjuk arra. De egy kézzelfogható példa, amit el tudtok ti is sütni. Egy A4-es lapot képzeljetek el. Ne a méretét, az egyen végtelen, de a vastagságát. 0,15 vastagságú A4-es lap. Ez bárki leellenőrizheti az internet, persze azért le. Ha ezt a papírt én elkezdtem félrehajtani. Egyébként nagyjából 6-szor tudom fizikailag, de most képzeljük el, hogy újra és újra félbe tudom hajtani. Ha 50-szer félbe hajtom, milyen vastag lesz? Na, mindjárt kiderül. De neki gondoljon valamit. 50-szer, 0,15. Ha ezt a papír 14-szer félbe hajtom, olyan vastag lesz, amilyen magas én vagyok. Ha még 3-szor, 12-szer félbe hajtod, akkor olyan magas lesz, mint az iskolában. Ha 45-ször félbe hajtod, már is ott állunk Neil Armstrongnál, nem a mellett a holdon. És most jön a poén, mert ha úgy a banán, már csak egyszer kell meghajtani, és már itt is vagyunk. 45 oda, egy vissza. De ha bátran nekiállunk az űr sötétségének, akkor már csak 5-ször kell félbehajtani ezt a papírt, és már is ott vagyunk 150 millió kilométerre innen a napnál. Ez az exponenciálitás, és ez az exponenciális változások sebessége. Teller Ellenács egyszer azt mondta, hogy az emberiség végének egyik oka jó esélye az lehet, hogy sem értelmileg, de érzelmileg nem képes feldolgozni az exponenciális változást. Még egyszer Grétár szövegésem, aki úgy gondolja, bátran fusson meg és nézegessen. Nem azzal kezdtem, hogy álló áp, pedig az egy nagyon szép hálai köszöntés szeretettel légy üdvözölve, de ez is egy hálai kifejezés, amit nemrég tanultam. Teotó aki, the end of the world as we know it, mondjuk úgy, hogy a világon nagyon drasztikus léptékű változása. Én ezzel az idézettel szeretnék búcsúzni tőletek, mert ez a legfontosabb dolognak tartom. A legfontosabb dolognak, mert sokat gondolkodtam rajta, de tulajdonképpen mindenre vezethető vissza. Az, hogy én itt állok, vagy itt állok, az következményekben más jelent, de tulajdonképpen az én döntésem volt a tekintetben, hogy mit kezdek az időmmel. Itt akarok állni, vagy ott. Ezért bármit teszünk az életünkkel, az egy döntés. És igazából csak erről dönthetünk, hogy mit kezdünk az időnkkel, az egyetlen létező erőforrásunkkal és folyó erőforrásunkkal, ami nekünk adott.
Nem tudom, majd idővel kiderül, hogy mennyire sikerült egy picit belekúrkantani abba, hogy a dolgok nagyon komplexek. És bizonyos folyamatok a mi irányításunkban és hatásunkban kívül vannak. Az, hogy fiatalok vagytok, és ennek a dolgok az ismerete egy óriási lehetőség, egy kötelesség. Emberként olyan értékeket adhatok körbe a világban és egymásnak, ami egy olyan lehetőség, amit élni kell. Én hiszem azt, hogy mindenki hozhat az életével kapcsolatban döntésszabadot. De ez csak akkor teheti meg hitelesen, hogyha szembenézett a valósággal, és annak fényében dönt így, vagy úgy. És akkor az a döntés nem jó vagy rossz, hanem az övé. Mert ahogy a folyamatok kibontakoznak majd a szemünk előtt, és egyre több ember fog kétségbe esve a kérdésével hozzánk fordulni, hogy hányan leszünk akkor, akik támaszt jelentetünk a másiknak, kulcsfontosságú lesz. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet! Köszönjük szépen, és Szentíró Balázsának egy csodálatos előadást hallhattunk. Köszönöm. Éreztük azt, hogy a gyerekek odafigyelnek, és tényleg szinte isszák a szavát. Hogy érezte magát ezen az előadáson, és észrevette azt, hogy azért a tömeg kicsit ledöbbent a számok hallatán? Hát először is a lehetőséget köszönöm nagyon szépen, mert ahogy az előadásom kezdetén is elmondtam, csodálatos érzés, és egyben felelősség is ennyi ember előtt, főleg ennyi fiatal előtt beszélni erről a témáról. Igen, én is érzékeltem a figyelmet is, és azt is, hogy hát volt megdöbbenés az emberekben, fiatalokban és felnőttekben egyaránt. A helyzet az, hogy ezekről a dolgokról és ilyen összefüggésben keveset beszélnek. És pontosan ez lenne az én célkitűzéseim, illetve a kollégáim célkitűzése is, hogy minél inkább széleskörűen és könnyen érthetővé és értelmezhetően, mai elvárások szerint emészthetően adjuk át ezt az ismeretet az embereknek. Érezni lehet az elhivatottságot, és én is nagyon-nagyon-nagyon élveztem ezt az egész előadást, de mindig attól félek, hogy az átadott információ valahol a tömegbe megszűnik. Tehát van egy olyan fék szerintem, ami gondolom főleg a politikában és a pénzben mérhető, és ezt a gátat nem sikerül én szerintem átugrani. Ha ezen túl lendülnénk, azt hiszem könnyebb dolga lenne magának a környezetvédelemnek is. Valószínű, és ezt nem is vitatom, ugyanakkor úgy érzem, hogy még el se kell jutni a politikáig és a pénzvilágig. Ehhez természetesen külön előadást is megérni, és remélem, hogy sor is kerül, majd rá feldolgozhatom ezt a témát. Az ember kognitív működése, ugye a döntési mechanizmusa, erről például nem is esett ma szó, de tehát az agyunk az egy kőkorszaki agy. Számomra mindig borzongató az az információ, hogy az emberiség történetének 97%-a a kőkorszakban játszódott. Ennek megfelelő gondolkodásunk. Ugyanakkor van az emberi agyban egy nagyon erős törekvés arra, hogy optimális állapot, kedélyállapot felé igyekezzen, törekedjen. És hát azért lássuk be, hogy ez nem egy olyan felvidító információ. Tehát az emberek döntő többsége, még akár ezen információ és adatok ismeretében is direkt dönt úgy, hogy nem foglalkozik ezzel. Mert nem tud vele mit kezdeni, ez szomorú téma, úgy is lesz valahogy. Tehát ez a tagadásnak a rendkívül sokszínű árnyalatai, én nem is gondolom, hogy el kell jutni a döntéshozókig, vagy a gazdasági rendszerekig. Magukban az emberekben van egy olyan szűrő, hogy, vagy ahogy az egyik podcastomnak a címe is az, hogy minden fontosabb annál, ami mindennél fontosabb, így éljük az életünket. Tehát a mindennapi életünk az mindig fontosabb, és szeretnénk jó dolgokat hallani. Ami ennek szembe megy, azt nem feltétlenül akarjuk magunkévá tenni. Tehát maga az emberi jólét féke annak, hogy elgondolkozzon azon, hogy hova jutunk. Így van, a mában élünk, ezért mondtam, hogy kőkorszaki agy,
Az ember lineáris gondolkodású lény. Tehát a fókusza az a tegnap, a ma, meg a holnap. És az utóbbit az előző kettő alapján próbálja belőni, hogy mi várható. De ezen túl, tömegek szintjén, ezen túl nem tekintünk. Tehát arról beszélni, hogy mi lesz évtizedek múlva, hát néhány évvel korábban, amikor még a kommunikáció abszolút az évszázad közepéről, meg az évszázad végéről szólt, hát az aztán végképp nem érdekelt senkit. Most, hogy a körülöttünk levő világ változik, és most már az emberek jó része a bőrén érzi ezt a változást, és amikor arról beszélünk, ugye egyre frissülő jelentések alapján, hogy azért itt ne évszázad végéről beszéljünk, meg hosszú évtizedekről, hanem az előttünk álló évekről, egy-két-három évtizedről, na az már egy picit olyan az emberek számára, főleg a megfelelő korosztályok számára, hogy elgondolkodtató, mert hát legalábbis statisztikailag érintheti még őt. Ami ezen kívül esik, az nem fontos. És még egyszer mondom, az alapvető hozzáállás az, a tagadásnak ez az úgynevezett techno-optimista megközelítése, hogy majd megszületik az a tudós, majd föltalálják azt a technikát, meg egyébként is olyan zseniálisak vagyunk, mindent megoldottunk eddig, ezt is meg fogjuk oldani. És alapvetően a kommunikáció, a mainstream kommunikáció az továbbra is erről szól. Mert amikor azt mondjuk, hogy már csak 20 évünk van, már csak 10 évünk van, akkor abból a tömegek szintjén az emberek nem a 20-at hallják, hanem azt, hogy van. És akkor, ha most van, akkor majd foglalkozunk azzal akkor ott, most meg akkor itt csináljuk azt, amit most csinálunk kell. Tehát még egyszer, én úgy érzem, és ezért nem is gondolom, hogy lehetne hibáztatni tömegesen az embereket, mert így működünk, minden fontosabb annál, ami mindennél fontosabb. Akkor most ebben az időben vagyunk, ez egy figyelmeztető jel, és hogy érzi azt, hogy most tényleg drasztikusan, hirtelen változott az egész energia, az energiahordozók, az anyagi jólét, minden megváltozott. Rádöbbenhetnek az emberek, hogy hol tartok? Hát egyre többen fognak erre rádöbbenni, de ehhez szükség lenne, vagy van, rajtunk nem fog múlni, tiszta, egyértelmű, és a lehetőség szerint elfogulatlan kommunikációra. Mert amit tapasztalok, az, hogy folyamatosan és növekvő számban látom, hogy érzik az emberek, hogy valami nincs rendben, és egyre kevésbé van rendben. De ugye az egy teljesen más dolog, mint tudni. Tehát az emberek kevés információval rendelkeznek, vagy ha rendelkeznek is, amiből igazán hiány van, az az összefüggések megértése. Tehát miköze van egy teljesen távolinak tűnő dolognak a mi itteni életünkhöz, a mindennapi életünkhöz. És ezért megkerülhetetlenül fontos egyrészt a pontos, hiteles kommunikáció, az őszinte kommunikáció, és ez nem csak a tömegesen az emberek felé, hanem talán még fontosabb, hogy őszinte beszélgetéseket folytassunk egymással a mindennapi emberek szintjén arról, hogy rendben, mindent el kell követni, de mit jelent az életünkre az, hogyha adott esetben nem tudjuk megállítani ezeket a folyamokat. Ahhoz milyen következményekkel jár, és erre hogyan és milyen módon lehet és érdemes vagy szükséges felkészülni.